Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részének 16-tól a 21-ig terjedő verseit olvasom. Miközben Pál Athénben várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték. Mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő. Szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Szeretett testvéreim, Pál apostol új helyszínre érkezett, mégpedig Athénbe. És ugyan itt is volt zsinagóga, és itt is voltak zsidók, és ment is közéjük, de valójában Athén egy olyan pogány görög város volt, ahol az emberek a legokosabbnak gondolták magukat a világon, ha szabad ilyet mondani, vagy legalábbis beképzeltek voltak a tudásukra, az ismereteikre, és ezt úgy fejlesztették sokan, hogy amikor érkezett hozzájuk valaki, aki új tanítást hozott, mert ugye abban az időben sem újság, sem tévé, sem rádió, sem számítógép vagy internet nem volt, akkor az Areopágoszon, az egy kimondottan ilyen szónoki hely, ahol a megfelelő ülőhelyek száma is megvolt, ott meghallgatták az illetőt. És Pál most nem csak a zsinagógába ment, amit említettem, hanem a piac térre is, ahol ment az okoskodás, meg a különböző filozófusok adták elő magukat, és biztos volt ennek valami rendszere is, meg még kenyérkeresethez is jutottak valamennyire. Olvassuk, hogy epikureus, sztoikus, filozófusok ott a nagy téren, az agórán, ott szóba elegyedtek Pállal, és hát egymás közt tanakodtak, hogy hát ki lehet ez, és úgy lekezelőleg beszéltek, azt mondják, hogy ki lehet ez a fecsegő. De az a fecsegő szó az eredeti görögben egy ilyen, mint a madár szedegető, szóval ilyen, mint aki mindenbe bele csíp, madár, lekezelő kifejezés volt náluk, hogy mit dumál ez itt meg. De azért úgy voltak vele, hogy csak jó lenne a végére járni, idegen istenségek, miket beszél? Hát hallgassuk meg, és így jut aztán a Areopágoszra. Testvéreim, ebben a néhány versben engem az foglalkoztat a legjobban, hogy milyen nagyra vagyunk az eszünkkel, mi emberek. Én számos alkalommal elmondtam, emlékeztek bizonyára a példára, hogy
szálljunk be egy fénysebességű járműbe. Azért szoktam ismételni, mert így jobban megjegyezzük, és másoknak is tovább tudjuk adni, mert az arányokat jobban mutatja. Tehát gondolatban beszállunk egy ilyen járműbe, amelyik egy másodperc alatt 300 ezer kilométert tesz, meg ugye a fénynek a sebessége közel 300 ezer kilométer, és elindulunk, és akkor napot elérjük 8 perc alatt. Több mint 4 év alatt a naprendszeren kívüli első csillagot. Aztán 10 év, 100 év, 1000 év, 10 000, 100 000, millió, 10 millió, 100 millió, milliárd, és jelenleg 13 milliárd fényévtávból érkező jeleket fogunk, és még nincs vége a teremtett világnak, csak a műszereink ilyen korlátozottak. Na most, ha belegondolunk, hogy 13 milliárd éven át minden másodperc 300 ezer kilométer, akkor azért kezdjük érzékelni, hogy milyen semmik vagyunk. És mégis milyen nagyra van az ember az eszével, hogy ő, és ő ellenőrzi az Istent is. Teljesen látszik az idétlenségünk. Hát az az Isten, aki ezt teremtette, hát az mérhetetlen bölcsességű, nagyságú, hatalmú, hát szóba se jöhetünk, és én azt szoktam mondani, hogy mindaz, amit az ember filozófiában, irodalomban, könyvekben, ötletekben, feltalálásokban, bármiben elér, az egy gyufás katujányi ebben a gigantikus teremtett mindenségben. És a gyufás katuján belül osztjuk az észt, osztjuk a kitüntetéseket, nem baj, mert ha valaki mégiscsak föltalál valamit, meg előbbre viszi az életet, csak a méreteket vegyük észre, hogy amikor Pál megérkezik az Isten igéjével, akkor nem a gyufás katuján belüli világban hozott valami új ötletet, hanem hozta a végtelen világteremtő, hatalmas Istennek az életmentő üzenetét, az arányokat. Olyan jó lenne látnunk, hogy emberi bölcsességek, értékeljük a maga helyén, de az Isten igéjének a bölcsessége, Istennek a bölcsessége, hát egy lapon meg sem említhet.